Az Európai Bizottság támogatja a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítás segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar terv elfogadását. Ezt nem sokkal ezelőtt jelentették be Brüsszelben. A döntés 5,8 milliárd euró, vagyis mintegy 2300 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás felhasználását teszi lehetővé Magyarország számára. Amint további részletek kiderülnek, azonnal mondjuk itt az M1-en. Ma kezdődik a 2016-os brüsszeli terrortámadások pere. 6 évvel ezelőtt az iszlám állam öngyilkos merénylői 3 pokolgépet robbantottak fel a belga fővárosban. 32-en haltak meg, több százan megsérültek, köztük magyarok is. A tárgyalások várhatóan nyárig elhúzódnak. Ezt a tárgyalótermet jelölték ki Belgium történelmének eddigi legnagyobb bírósági tárgyalás sorozatára. A 2016-os brüsszeli terrortámadás 10 vádlottjának büntető perére. A vádlottak padján ül majd a 2015-ös párizsi terrortámadások egyedül életben maradt elkövetője, Salah Abdeslam is, aki idén júniusban már életfogytiglani börtönbüntetést kapott Franciaországban. A párizsi bíróság után most a brüsszeli esküdtszék hozhat ítéletet a férfiról, akiről azt feltételezik, hogy a brüsszeli támadások szervezésében is szerepe volt. 2016. március 22-én, nem sokkal reggel 8 óra után öngyilkos merénylők 2 bombát robbantottak a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér várójában. Az iszlám állam dzsihadistái fél órával később egy 3. bombát is felrobbantottak, ezúttal már a belvárosban, a Malbik metróállomásnál. Összesen 32 ember vesztette életét a merényletekben. A több mint 300 sérült között 2 magyar is volt. Belgiumban a terrortámadást követően a legmagasabb fokú riasztást rendelték el, és napokra leállt az élet. Az eredetileg októberre tervezett tárgyalásokat a NATO egykori brüsszeli főhadiszállásán tartják. A halasztásra azért volt szükség, mert a szigorú biztonsági előírások szerint fallal elválasztott, védett fülkékben elhelyezett vádlottak ügyvédjei panaszt tettek embertelen bánásmód miatt. Szerintük bármilyen bűnnel is vádoljanak valakit, állatként, ketrecben senkit nem lehet tartani. A falakat végül eltávolították, de a vádlottak így is csak egy plexipanelen keresztül válaszolhatnak a kérdésekre. A mai tárgyaláson az esküdtszék tagjait választják ki. A várhatóan nyárig elhúzódó tárgyalás sorozaton mintegy 1000 tanú és az áldozatok hozzátartozói fognak részt venni. Az ítélet meghozataláig pedig legalább 370 szakértőt és tanút fognak meghallgatni.